A keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe a húsvét, és azt gondolom, hogy talán az üzenete az elmúlt évszázadokban nem változott semmit? Azt hiszem, az alapüzenet ugyanaz 2000 éve, de mégis minden évben megtalálja az ember azt a plusz gondolatot, plusz tartást, plusz tanítást, ami számára fontos. Igen, 2000 éve erről beszélünk, hogy az élet győzelme a halál fölött, az emberi lét teljességének a kinyilvánítása, azzal, hogy hisszük és valljuk, hogy a húsvét azt az üzenetet hozza nekünk, hogy az ember több, mint egy test, hogy a test, lélek, szellem egysége több, mint a születés és a halál között megélhető valóság, hanem annak a valóságnak a teljességéről beszélünk a húsvétban, hogy az ember az örök élet teljességére van meghívva, és ennek a megváltása, ennek a kifizetése történt meg azon az első húsvéton és nagypénteken, amikor Krisztus vállalta életünk, hogy ha kell, az élet legnehezebb pontjára, a halál pillanatáig is elmegy, hogy jelezze, megmutassa az emberek számára, hogy az Istennek a terve, az ő szeretetén keresztül az örök élet teljessége. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ebben a mai világban meg különösen fontos mindennek az üzenete? Igen, így gondolom, hogy talán az idei évnek az egyik legfontosabb jelzés a húsvét a mi életünkben az, hogy reményt ad. Reményt ad egy olyan kérdésben és időszakban, amikor nagyon sok válasz nem érkezik meg. Nem érkezik meg emberi válasz az emberi lét gyengeségére, nem érkezik válasz a vírussal szembeni küzdelmeinkre, nem érkezik igazából helyes és kielégítő válasz az ember feletti küzdelmekre, amit látunk az egészségügyben, tanároknál, gyakorlatilag szinte minden területen, ahol az emberek próbálják megélni a hivatásukat és segíteni az embertársaikat. És egy ilyen esetben azt hiszem, hogy világos és egyértelmű válasz az Isten részéről, hogy a lét jóval több. És igenis azt látjuk, hogy reményt ad azoknak, akik még küzdenek, hogy minden egyes küzdelmünk ennek az örök életnek az egyik újabb ajándéka is része, minden egyes emberi szolgálat, amit látunk az egészségügyben, oktatásban, azok mind-mind ennek az új világnak egyfajta egyértelmű jelei, és reményt ad mindenképpen abban is, hogy ebben a küzdelemben, bár úgy tűnik, hogy néha biológiailag vesztésre is állunk, de mégis ott van az az örök üzenet és tanítás, hogy a halál után is van az életnek az a teljessége, amit az Isten nekünk embereknek meg akar adni. Támasz lehet maga az egyház, maga a közösség is egy átlag embernek? Igen, én azt hiszem, hogy az embereknek ilyenkor kell kapaszkodó pontokat keresni. Kell olyan kapaszkodó pontokat, amik segítik ebben a krízisben átvinni gondolkozásukat, lelkületüket, és bizony az egyház ebben igenis kell, hogy élen járjon. Mindannyiunknak felelőssége, de különösen talán nekünk papoknak, hogy ebben a reményvesztett időszakban újra és újra a reménynek a hordozói legyünk, ebben a belefásult, beleszürkült, beleszomorodott világban újra és újra az örömhírnek a hirdetői legyünk, hogy újra és újra a kókat és lehajtott fejeket próbáljuk segíteni felemelni akár az ég magasságában is, és jelezni, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy most a vihar és a felhők felettünk jóval nagyobbak, de hát merjünk felmutatni azt a lehetőséget, hogy a felhők fölé is nézhetünk, és a felhők fölött ugye, ahogy tudjuk, mindig kék az ég, hogy találjunk és próbáljunk segíteni az embereknek abban, hogy hogy tudunk világos, értelmes és egyértelmű válaszokat adni a Szentírás által, az Isten üzenetei által az embereknek arra, hogy igen, úgy tűnik, hogy nehéz időszakon vagyunk, időszakban vagyunk, úgy tűnik, hogy kőkeményen nagy péntek van, és nem csak naptárilag erre a napra, hanem ezekre a hónapokra is gondolhatunk, de azt is látni, hogy az isteni tervben minden egyes nagy péntek áldozata mögött ott van a húsvét örömhíre. Hogyan tudjátok most az igét közvetíteni, hiszen ez is egy nehézség? Igen, az egyház számára ez persze egy nehézség, másrészt, ha szabad ezt mondanom, egy ajándék is. Kinyíltak az ajtók. Kihívtak minket papokat az egyház falain, a templom falain kívülre is, hiszen többségünk azért már az online térben is elég otthonosan mozog. Jó látni, hogy szinte felekezettől függetlenül a lelkészek, papok ott vannak az online térben, és hát valaki így fogalmazott, hogy lehet, hogy a templomaink nagy része most be van zárva, de gyakorlatilag akár melyik közösségi médiában azt látjuk, hogy tele vannak a falaink az isteni üzenetekkel és segítségnyújtással. Én azt hiszem, hogy ez is egy gyümölcse, ez is egy ajándéka ennek a történetnek, hogy az emberek talán még inkább egymásra találnak. Az emberek még inkább megtalálják azokat a felületeket, akár az online térben is, ahol válaszokat kaphatnak.
De azt hiszem, hogy az egyháznak ez egy komoly kihívás, és hát megmondom őszintén, büszke is vagyok, hogy a papjaink, lelkészeink nagy része ezt a digitális ugrást milyen ügyesen megoldották, és jó tudni, hogy ott, ahol az emberek nagy része most keres, ott válaszok is vannak, mert oda tudta vinni az egyház az ő hirdetését, az ő örömhírét, az ő gazdagságát, az ő lelki töbletét, és remélem, hogy sokan ebből tudnak megfelelő módon táplálkozni is. Emlékszem, hogy jó néhány hónappal ezelőtt indítottatok egy akciót is tulajdonképpen, amivel a fiatalokat próbáltátok bevonzani. Akkor ez egy jó alkalom erre, hogy eljussatok azokhoz, akik valóban mondjuk a templomba egyébként ritkábban jönnek el? Mindenképpen. Tehát az mindenképpen látszik, hogy ez a lépés, ez a nyitás, hogy az online térben is ott vagyunk, ez nagyon sok embernek újdonság. És nagyon sok embernek végre öröm. Bevallom őszintén, évtizedes hiányosság talán ez, hogy eljutottunk odáig, hogy az emberek nagy része nehezen szólít meg egy papot. Mert elszokott tőle, hogy így fogalmazzok. Mert nem feltétlenül egy élettérben voltunk az elmúlt időszakban. És azzal, hogy mi léptünk abba az élettérbe, ahol az emberek nagy része van, én úgy látom, hogy sokaknak ez egy tényleg pozitívum. Sok olyan embernek látom én is a saját oldalaimon a reakcióit, akikről nem is gondoltam, hogy számára van egy ilyen vágy, egy ilyen nyitottság, van egy ilyen spirituális lehetőség, és ő ezt szívesen ki is akarja használni. Én azt hiszem, hogy ez is egy jelzés abban, hogy az emberek számára tudunk valami többletet adni, talán pont így az online térben is. Ahogy említetted, akkor ez tulajdonképpen egy reményt is adhat az embereknek, ugye, hogy Krisztus értünk adta az életét? Mindenképpen. Ha egyszerűen akarnám fogalmazni, és talán jó tanácsként megfogalmazni, akkor azt látjuk, hogy az emberek ilyenkor húsvétkor többféle módon készülnek az ünnepre. Az egyik talán legáltalánosabb is, vallási meggyőződéstől független, például a húsvéti jeledeleknek a készítése. Mi kerüljön az asztalra? Ahol az ember igenis érzi azt, hogy ezeken a napokban valami különleges ételre van szüksége, hogy ezek a különleges ételek emelik az ünnepnek a nagyságát. Igazából én arra biztatok és bátorítok mindenkit, hogy ugyanezt az igényességet, ugyanezt a különlegességet próbáljuk meg a szellemi és lelki táplálékokban is megélni. Ha ezekben is ugyanúgy merünk ilyenkor különlegesebbet venni, és merjük a hétköznapitól eltérő módon a lelkünket is, a szellemünket is ilyen táplálékkal kiegészíteni, az egy nagyon nagy segítség. Hiszen a böjt végén a húsnak a fogyasztása az mindig egy nagy ajándék is. Talán soha nincs olyan finom az a hús, mint húsvétkor, pont azért, mert egy hosszú bőt ment keresztül. A lelkünknek is ezek a plusz táplálékok, ami a húsvétnak az örömhíre, ami a föltámadás teljessége, ami az életnek az igenléséről szól, azt hiszem, hogy ezekben a böjtös napokban különösképpen nagy ajándékok lesznek mindenki számára. Én igazából most arra biztatnék mindenkit, hogy a karácsonykor az a szokás, hogy megajándékozzuk szeretteinket egy-egy tárgyal, egy-egy ajándékkal, most arra biztatnék mindenkit, hogy a húsvétkor legyen egy olyan szokásunk, hogy három emberrel többet hívunk föl a barátaink és ismerőseink közül, és ajándékozzuk meg őket egyáltalán azzal, ami a legdrágább az életünkben, az időnkkel, hogy rámerünk figyelni, végig merjük hallgatni, és merjük neki ajándékozni a legdrágább kincsünk egyikét, az időt.